2013-ban fogadta el a parlament az új polgári törvénykönyvet, már akkor annak a hatályba lépését 2014. március 15-ében határozták meg. A korlátolt felelősségű társaságokat érintő módosításokra, többek között a törzstőke emelésre 2 év türelmi időt adtak. A tavalyi időpontot azonban módosították, 1 év további türelmi időt adtak a KFT-knek, hogy 3 millió forintra emeljék meg törzstőkéjüket, mondta el 35 perc című műsorunkban Toma Attila, a Nyíregyházi törvényszék szóvivője. Nagyságrendileg tudom mondani, hogy 15 ezer számot meghaladja a megyében dolgozó KFT-knek a száma. Ebből egy olyan 10% körül, én úgy tudom, ez viszont már pontos adat, 1500 körüli az, amelyik még a törvényi kötelezettségét ez idáig nem teljesítette, illetve egy országos adattal tudok szolgálni, hogy egy kicsit elhelyezzük ezt a számot így a megyék sorában. 65 ezer KFT nem tette még meg ezt a tőke emelését. Ebből a mi megyénket, még egyszer mondom, szűk 1500 érinti. A szóvivő hozzátette, a határidő és a törvényi előírás vízválasztó lesz a KFT-k életében. Ez a határidő arról szól, hogy a KFT-nek el kell dönteni azt, hogy ebben a formában működnek-e tovább. Tehát dönthetnek úgy is, március 15-ig, hogy nem kívánnak ebben a formában, tehát KFT formában tovább működni, nem fogják megemelni ez esetben a törzstőkéjüket az előírt 3 millió forintra. Átalakulhatnak más gazdasági formává, egyesülhetnek, tehát számtalan lehetőség van. Ilyen módon ez egy vízválasztó is lesz, kiderül, hogy hány KFT fog maradni. A cégformára előírt kötelező módosítás végső törvényi határideje 2017. március 15-e. Ezután 30 nap áll rendelkezésre arra, hogy a hivatalos papírokat eljuttassák a bíróságra, így legkésőbb 2017. április 14-ig kell a változás bejegyzési kérelmet előterjeszteni az illetékes cégbíróságon, kizárólag elektronikus úton. Késedelmes benyújtás esetén törvényességi felügyeleti eljárás indulhat a céggel szemben.